Leckék a hitről. 12. rész. Írta A.T. Jones. A hit hallásból van, és a hallás Isten igéjéből. Ezért Isten igéje a hit egyetlen csatornája. Tehát, ha Isten igéje nincs jelen, a hit nem létezhet. Ahol pedig Isten igéje jelen van, ott a hit teljes függés csak az igétől, hogy az ige teljesíti azt, amit mondott. Mindebből az igazságból világos, hogy aki hit által kér valamit, annak biztosnak kell lennie abban, hogy megvan nála az Isten igéje arra, amit kér. Ha Dávidhoz hasonlóan nála van az Isten igéje arra, amit kér, akkor szívében találhatja azt a teljes bizalmat, amellyel imádkozhat. Olyan bizalmat, amely csak tökéletes hitben található. Aki így imádkozik, biztos abban, hogy Isten akaratával összhangban kér, mert tudja, hogy megerősítésként Isten egyértelmű igéje van nála. Ezért tudja, hogy Isten meghallgatja őt, és tudván, hogy Isten meghallgatja imáját, tudja, hogy már megvan az a dolog, amiért imádkozott, mert reményének egyetlen alapja az ige, amely ezt kijelenti, és amely a kérésének egyetlen alapja. Az Úr mondta, hogy így imádkozzunk. Így ő előkészítette a hit erőteljes, biztos és folyamatos növekedését. Sokan imádkoznak, de nem tudják, hogy az Úr akarata az, hogy megkapják, amit kérnek, és nem tudják, hogy valóban kérhetik-e azt, amit akarnak. Ezért nem tudják, hogy imájuk meghallgattatott-e, vagy sem. Az Úr azt akarja, hogy senki se legyen bizonytalanságban. Ezért adta igéjét, amely mindenkit ellát minden jó cselekedettel, és amely által minden megadatik, ami az életre és a szentségre vonatkozik. Aki Isten igéjében keresi azokat a dolgokat, amelyeket Isten mindenki számára előkészített, és az adott ige szerint imádkozik azért a dologért, tehát Isten egyértelműen kifejezett akaratával összhangban kér, tudja, hogy imája meghallgatásra kerül, és megkapta azt a dolgot, amiért imádkozott. Így cselekedve azok, akik imádkoznak, mindig biztosak lesznek, életüket Isten közvetlen ajándékai töltik meg, hitük pedig biztos és erős lesz, és mindig erősödni fog. Sokan úgy imádkoznak, mint a tanítványok. Uram, növeld a hitünket. Lukács 17.5. Ez jó, de nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a hit csak Isten igéjéből fakad. Ezért biztosak lehettek abban, hogy a hitetek csak akkor nő, amikor Isten igéje növekszik bennetek. Isten igéje csak úgy nőhet bennünk, ha meghallgatjuk azt a szót, ha imádkozunk az Úrhoz azért, amiről az ige beszél, függve teljesen attól,
hogy az ige teljesíti azt a dolgot, és megköszönve, hogy már megkaptuk. Akkor és így fogadod el azt az igét, és az ige benned él. Így már imádkozhatunk, Uram, növeld a hitünket. Emlékezzünk ugyanakkor arra, hogy a legszentebb hitünkre kell épüljünk. Júdás 20. vers. Így kell hited gyakorolni. A hit csak Isten ígéje alapján gyakorolható. Mert ott, ahol nincs az ő ígéje, ott nem lehet hit. És az evangélium tudománya megérteni, hogyan kell gyakorolni a hitet. Review and Herald, 1899. február 28.